Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Most olyan dolgról szeretnék beszélni, ami főleg a... Hát nem csak a hölgyeknek szól, inkább a hölgyeknek azért ajánlanám, mert megpróbálom összefoglalni nekem és a férfi társaimnak a véleményét általában ezekről az úgynevezett műdolgokról, ami egy hölgyön, hölgy mellett, hölgy környékén megtalálható napjainkban, és aminek ti hölgyek marha nagy jelentőséget tulajdonítotok, és igazából azt gondoljátok, hogy mi férfiak is, holott nem egészen így van. Menjünk sorba, pár dolgot fogok kiemelni, biztos rengeteg más is van, igazából ezek jutottak hirtelen eszembe. Az első ilyen dolog a műköröm. Ugye minden hölgy azt mondja, hogy hát nem akar igénytelen lenni, ezt mondja, hogy mi igényes, mert mi az igénytelen, ez mindig egy tágabb dolognak tartom én, és ő nem akar igénytelen lenni, ezért ő, mivel ő ugye mosogat, nem mintha én nem mosogatnék, vagy pár férfi más, meg mellette különösen erősebb igénybevételnek van kitéve a keze, ezért fontos az, hogy valami olyan dolgot találjon ki a körmeinek a rendbetételére, ami tartós és mellette látványos. Ugye jó néhány éve, évtizede van a műköröm készítés országunkban is, és különböző rendkívüli csoda dolgok szoktak történni a hölgyek kezén. Ami nem probléma, hangsúlyozom, igazából az a probléma, mikor nekem szegezik férfiaknak a kérdést, hogy milyen lett a körmöm. Hát ilyenkor izomból hozzávágná az ember, hogy ki a tökömet érdekli, de hát ezt nem teheted meg, mert nem is teszed, mert nem vagy olyan paraszt, mint én, hanem érdeklődő arcot vágsz, megnézed, és azt mondod, hogy csodálatos, hú de jó, de marha jó, stb. Holott rohadtul nem érdekel. Ugye én is megkaptam többször ezt a kérdést, régebben, most is, természetesen megnézem, van olyan, ami azt mondom, hogy szerintem tetszik, van olyan, amit ki nem tudok állni, hogy ki nem állhatom, elnézést a fogalmazásért, tehát ki nem állhatom, de hát különösebben, mint mondtam, nem nagyon érdekel, ő hordja, ő viseli. Igazából azt nem értem, mikor ilyen szörny szülemények szoktak születni hölgyeknél, mikor ilyen, tudjátok, ezek a harci sasnak a támadó fegyvereit kiengedve néz ki a hölgy, amikor az ujja végétől még 3,5 centire kiáll a köröm. Engem igazából ez nem nagyon szokott érdekelni, hogy tud gépelni, meg hogy tud ezt csinálni, azt csinálni, de hogy ez nem kényelmes a napi tevékenységek folytatásában, az már biztos, gondolok itt egy pisilés utáni muff törlésre, hogy ilyesmire tuti, hogy nem marha jó dolog. Tehát nyilván a szépségért mindent el kell viselni, már akinek ez szép. Aztán a különböző mindenféle neonszín variációtól kezdve a telekövezett egész egy olyan hangulatot áraz körülbelül, mintha megjelentél volna a csatkai búcsúba, de attól függetlenül mondom, hogy nagyjából azt mondom, hogy az ő dolga, neki ez tetszik, akkor hordja. Az a igazi csúcs, amikor a hölgyek a lábukon is megcsináltatják ezt a műköröm variációt, nem arról beszélek, mikor szépen a köröm nagyságában rendben van rakva, hanem mikor ilyen tényleg szó szerint ilyen griffmadárszerű körmöket, láttam többet is ilyet, hát komolyan hány ingerem volt, mikor a lábujjukon ilyen 4 centi, 3 centi hosszan így, mint a karom, ugye, mert a láb köröm is egy kicsit görbülődik, így lóg lefele ez a körömszerkezés. Ugye mi a lábujjak össze-vissza állnak, nem olyan nagyjából egyenesen, mint a kezeitek, ez már jó szokott látni, amikor így egymás a keresztbe kasulva, hirtelen, mint amikor a csámpás tyúk így topog, olyan látványt kelt. Na ezt már azt mondom, hogy nekem ez igazából nem tetszik, hál' Istennek nem is kell ilyenre szembesülnöm, de a körmöket így összefoglalva nagyjából azt tudom mondani, hogy minket férfiakat marhára nem érdekel. Következő ilyen műhaj, ugye ez is jó pár éve divat lettek, ez a különböző hajhosszabbítások, ugye póthajakkal, igazi hajakkal, ilyen forrasztás, olyan összekötözés, stb. Én nekem ez sem tetszik, és nem azért, mert egy különleges lény vagyok, mert valóban látványra nem biztos, hogy rossz dolog, amikor meglátod, hogy valakinek derékig érő haja van, sőt, nagyon szép. Akkor kellemetlen, mikor ebbe különböző tevékenységek közben mondjuk beletúrnál, és ahogy beleteszed a kis kezedet, olyan, mintha egy, hát a Harry Potter filmekből ismert hatalmas pókoknak a szövevényébe kéne belenyúlnod, és folyamatosan elakad a kezed, és szabályosan egy ilyen enyhe undort érez az ember, mikor ebbe így beletúrod, és nem tud hátrébb vinni a kezed, hanem fogságba került a különböző toldások, illesztések gyűrűjébe. Nem tudom, hogy ezek a sok kis szerkezet, amiben van ilyenkor a hajba, mennyire kényelmes egy hölgynek mondjuk alváskor, nem beszélve arra, amikor föltüzés, látszódnak ezek a dolgok, akkor azt mondja az ember, hogy ez annyira nem esztétikus. Én nem tudom, hogy egy hölgynek miért zavar, hogyha rövidebb a haja,
aztán majd megnő, tudom, hogy nehezen nő, sokáig nő, de engem marhára nem tud ez érdekelni, és igazából az, hogy egy nőnek mondjuk derékig ér a haja, vagy a deréktól fölfele 11,5 centivel rövidebb, igazából a megítélésébe rohadtul nem számít, sőt, mikor belefonják ezeket a predátor viselt dolgokat, tudjátok, ezeket a fonott szarokat, amit általában a küzdősportos hölgyeknek találtak ki, pontosan azért, hogy hosszabb hajuk van, akkor lefonják ugye darabonként az egészet, és így nem mozdul el, míg a gyűrik egymást a földön, ugye ebből divat lett, és nekem ez a kedvenc kifejezésem, hogy úgy néz ki, nézze meg valaki a predátort, nek kilógnak ilyen fonatokba a kis séró darabkái, el teljesen úgy néz ki, ami által a hölgyek arca a markánságát fokozza nekik nagyon, a hölgyek arcának a markánságát fokozza nagyon, és akinek kicsit bájosabb az arca, annak is megtöri ezt a varást. Nem beszél arról, akinek kicsit markánsabb az arca, szabályosabb, férfiasabb jellegű lesz. Nagyon kevés nőt láttam, akinek ez a fajta viselet jól áll, de mivel divat, ezért be kell fonatni ebbe a harci támadó viseletbe. Ez volt ugye műkönöm, műhaj. Jönnek a legjellemzőbb ugye női műdolgok, ami valahol férfiaknak nekünk is nagyon tetszik, ugye a műcici, meg a műseg, ugye ez is már divat manapság. Nyilván csak pénztárca kérdés, elhatározás kérdés, hogy a hölgyek kés alá feküdjenek. De most nem mondom, hogy ez férfiaknak nekünk nem tetszik annyira a látvány. Tehát nagyon-nagyon szép, általában minden férfinek azért a tesztoszteron szintjét megdobja, amikor két hatalmas kannát lát. Persze egy bizonyos határig, mert valóban el lehet menni a nevetségesség tárgyával. Sőt, amikor egy szép kerekfeneket is látsz hozzá. Nyilván ez azért bizonyos súlyhatáron belül, mert láttam én egy-két hát erősen terjedelmes hölgynek is mondjuk még nagyobb mű csöcsöket vartak fel, kicsit komikus volt a látvány. De tegyük fel, hogy hölgyünk tényleg egy jó alakú, és akkor megvan neki csinálva a melle, meg a segge. Miért csináltatja meg egy nő a mellét, meg a seggét? Lehet két oka, sőt több oka lehet, de kettőt emelnék ki. Az egyik az, hogy mondjuk neki alapba kicsi a melle, vagy pedig szülés után akármiért ugye eltorzult a melle, és úgy döntött, hogy neki ez nem tetszik, és szeretné ezt megcsinálni. Ez teljesen egyet tudok érteni, nyilván a saját önértékelésnek egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik, mikor a faszik miatt csináltatják meg, na itt van a hiba. Nem akarok egyetlen egy férfi társam nevében sem állást foglalni, de nekem az a véleményem, hogy nem igazán ettől lesz nekem vonzó egy hölgy, hogy mekkora a cicije. És ha valaki már fogott, és miért ne fogtatok volna nagyon sokan, ugye szilikon mellett, szilikon tartalma mellett, bocsánat, meg mondjuk egy normál természetes mellett, női merről beszélek, óriási a különbség a kettő között. Most nem csak a tapintását emelném ki, hanem maga a vágy fokozó képességét is, talán ez a legjobb szó, teljesen más. Tudom, valakit nem érdekel, nekem ez a véleményem róla, műsegről nem is beszélve, amikor kettő darab implantátumot vigyorog, tehát hangsúlyozom, a látvány az biztos, hogy nagyon jó, későbbiekben az egésznek tényleg egy ilyen összeragott Barbie baba jellege van, de hangsúlyozom, hogy akinek esetleg bármilyen olyan fóbiája volt előtte, hogy ő ettől kisebb rendűnek érezte magát, és úgy gondolja, hogy ettől több lett, mint nő, és az egész kis belsét is rendbe teszi, akkor azt mondom, hogy nosza rajta, csak ne az legyen a magyarázat, hogy a férfiak miatt, mert ez nem így van. Rengeteg ilyen összerakott műhölgyet láttam, és igazából nekem egy picit sok lesz az egész. Akkor jön a következő, ugye a feltöltött szájak, ugye ez nem műszájnak hívják, de hát valahol az. Itt is ugyanaz van, mint a műmelnél, a műsegnél. Egy bizonyos határig, ha valakinek nagyon-nagyon keskeny a szája, talán jól néz ki, aztán amikor tudjátok, hogy szokták ezt mondani, ilyen kacsaság száj lesz belőle, vagy kacsacsőr száj, akkor az már kicsit nevetséges, rengeteg élő példa van erre, nem beszélve arról, hogy ezt folyamatosan fel kell töltögettetni, mert ugye egy után kijön belőle az az anyag, amit belenyomnak, és akkor ez roppant jól néz ki, amikor a következő pár napban, amikor ezt beletöltik, ugye begyullad a hölgyeknek az ajkai, és tényleg úgy néznek ki, Misi a bohóc a cirkuszban, és ilyenkor nem szabad rájuk nézni, nem szabad kimenni az utcára, mert a szépség nem teljesen tökéletes. Hát erre mondom azt, hogy szenvedjen ezért ennyit a faszom. Én így gondolom, de hát nyilván én nem vagyok szép, meg nem vagyok hölgy, náluk ez máshogy működik. Aztán elékezdem a videó végére, egy kicsit más jellegű műdologról beszélek, de talán ez is valahogy belefér ebbe a kategóriába. Ugye nagyon sok férfi szembesül azzal otthon, takarítás közben. Jó, kezdjük előről. Tehát nagyon sok férfi szembesül azzal otthon,
mikor turkál a kedvese dolgai között, és egy hatalmas műbráner kerül elő, mondjuk az éjjeli szekrény aljából, a kedvese bugyiai fehérnemi közül, vagy esetleg a cipő szekrényből, az ő 46-os cipőjéből. Ez pedig ugye hirtelen ledöbbenti a férfiakat. Na most tök dolog lehet ilyenkor reakció. Ugye meglátja ezt a szerszámot, és öngyilkos lesz. Ez az első, mert azt mondja, hogy ő innentől kezdve nem férfi, mert úgy érzi magát, mint körülbelül annak idén az ősember a mamutok között, hogy bizonyos kisebb rendőrségi problémái lesznek. A másik elgondolkodik, hogy ez az orbitális, leginkább egy királypatlizsára emlékeztető szerkezet hogy fér be oda? Ha meg befér, akkor ő utána mit tud csinálni ezzel? Mert ez körülbelül olyan érzésre lehet egy manusznak ilyenkor, mintha előtte járt volna egy nagyon szűk kis ballangpályába, amit hatalmas 100 tonna TNT-vel felrobbantottak, és lett belőle egy akteleki cseppkő ballang. Hát ezek a variációk vannak, amikor elkezd gondolkodni, a harmadik variáció viszont a legjobb, mikor elkezd egy jót röhögni. Mert igenis vannak szükségleteik a hölgyeknek, mint hogy a férfiaknak is, és a hölgyek ezzel általában ezeket a szerszámokat el is nevezve igazából kiérik a plusz vágyaikat, valamint nem fárasztanak minket meccsnézés közben. Tehát ez körülbelül ez a jó álláspont, hogy férfi így fogja fel. Ha ezt a lelkére veszi, meg hogy minek kell ez, mire van szükséged, akkor ugye a hölgyike egyből bezombul, és világosan elmondja, hogy nem azért van, mert te nagyon kevés vagy, Istenem vagy igazi férfi, hanem azért, mert mit tudom én, kaptam a barátnőimtől lány búcsúra, és itt maradt. Az rendben van, csak akkor az ellen az miért van csapágyasra égve benne, és igazából már látszik rajta, több darab számla ott van benne, hogy villanymotor csere is volt, és igazából fölemelték a fordulat számát is maximumra. De ezeket el kell tudni fogadni, és akkor abban nem lesz probléma. Vagy még legyen egy olyan variáció, hogy megfogod ezt a hatalmas műpöcsöt, és poén kedvéért az asztali virágvázába behelyezed, felöntöd vízzel, és azt mondod, hogy meghozta a nyuszi a húsvéti virágot. Összefoglalva a videómat, tehát különböző mű dolgok a hölgyekkel együtt járnak, el kell tudni fogadni. Nekem azonban egy kérésem lenne, ha így a hölgyeknek ezt tudom közvetíteni, hogy ne nagyon fárasszanak minket ezekkel a dolgokkal, mit szólunk ehhez, mit szólunk ahhoz. Elég baj az nekünk, ha egy műcsöcs, műseg, műszáj számláját nekünk kell fizetni, aztán még mellé megkapsz egy kis műpöcs számlát is, hogy azt is nem ártam neked kifizetni, na az körülbelül a férfiúi büszkeségednek nullára való tételét jelzi. De hát hölgyek, mi így szeretünk titeket, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!